A JIGER elnevezésű országos lefedettségű rendszer lényege, hogy az előrejelzett jégesők közelettekor acetonos ezüstjodidot párologtatnak a levegőbe, ez bekerül a felhőkbe, és megakadályozza a nagyobb méretű jégkristályok kialakulását. Az új technológia tegnap óta működik. Amint egy 1000 generátorból álló rendszer, az egész ország mezőgazdasági területét védi. Országos lefedettség Európában először Magyarországon történik, amit a Nemzeti Agrárkamara pályázatának köszönhetünk. Ugye a pályázatot lezárták tavaly októberében, szerződéskötés lett, majd decemberben indultak az előkészületek. Pest megyében összesen 74 generátor üzemel. Ezeket már februárban kitelepítették. Nagy szükség volt rá, hiszen az utóbbi években többször is komoly károkat okozott a jég. Pár évvel ezelőtt volt itt a városban egy jelentős jégkár, itt a környékben nagyon sok gazdálkodót érintett, ami nagyon komoly, tehát volt ott tényleg 100%-ban elvitte a gazdálkodó termését, illetve azóta is lokálisan szerencsére de jóval kisebb mértékben, de minden évben jelentenek a gazdák be nálunk jégkárt. Mi részt veszünk, segítünk nekik abban, hogy a kárenyhítési rendszer felé ezt be tudják jelenteni. Fontos, hogy a gazdák rendelkezzenek biztosítással is. A teljes kárenyhítés ugyanis csak ebben az esetben igényelhető vissza. A jégkár elhárító berendezés működéséről Klémán György beszélt. Ez a talaggenerátoros rendszer, egy úgy mondhatjuk relatív egy olcsó rendszernek számít. Ez acetonos ezüstjodidot juttat ki a levegőbe gyakorlatilag, tehát ez egy párologtatásos módszerrel jut fel a felhőbe, és ez gyakorlatilag megakadályozza a jégszemcsék összetapadását, tehát gyakorlatilag felaprítja őket, illetve nem engedi összetapadni őket, és így nagy eséllyel, mire földre érkezik, ez csapadék formájában fog jutni a jég, tehát megakadályozza a jégesőt. A rendszer működése 1,5 milliárd forintba kerül évente. Jó hír viszont, hogy ezt az országos kárenyhítő alapból rendezik, azaz nem kell külön fizetni érte a gazdáknak.